Ez itt a Kanál Extra. Ha nem ugrod át a reklámokat, azzal a People for Animals önkéntes állatvédő csoport munkáját segíted. Köszönjük! Kanál Extra kiadása, illetve hát ilyen, úgy is mondhatnám, hogy külön kiadás, de nem véletlenül hívjuk Kanál Extrának, hiszen a People for Animals önkéntes állatvédő csoportnak a megsegítésére főzünk, megsegítéséért főzünk, ami nem szó másról, mint hogy önkéntes állatvédők, akik ugye, akik mögött nem állnak alapítványok, illetve egyesületek, azok, ugye saját, azok az emberek saját zsebükből finanszírozzák az állatmentéseket, az orvosi költségeket, stb. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, nagyon nehéz előteremteni rá a pénzt önkéntesként, és hát az itt álló művészek, illetve hölgyek vállalták a szereplést, hogy a befolyt pénzösszegből ezeket az önkéntes állatvédőket támogassuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm így a főzés megkezdése előtt, már így az elején, hogy elvállaltátok ezt nekünk. Itt van velünk Ivos József, jobb oldalamon, de meg MC Haver, a csúnya kezemnél, igen, alias Kocka Géza, és a két fiatal hölgy, akik ugye segíteni fognak, mutatkozzat. Torcsella Mária, Henny, Molnár Renáta Alexandra, és Szandi. Oké. Tehát Szandi, Csilla. Nevezzük, nem én a gyermeket. Csilla. Szóval akkor azt gondolom, hogy nagyon megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és hát mindjárt gondolom, akkor most gondolom, hogy most jön az adomány, ugye, nem? Nem, közni kell. Ja, nem, akkor jó. De adhatsz. De nem, akkor hagyjuk. Ó, micsoda. Szóval, mit is kéne csinálni? Láttatok, hogy hol van a pénz, ugye? Igen, látom. Adja át, hogy mellé. Mit kéne csinálni, Danikó? Szerintem ti kitaláltátok, hogy mit fogtok főzni. Igen, egy lecsót fog, ne húzzuk az idegeit a kedves nézőknek sem. Egy olyan fajta lecsó készül, amit tulajdonképpen hagyományos lecsót, persze igazából mi egy kicsit, hogy is mondjam, önteltek vagyunk magyarok, mert azt hiszem, hogy a lecsó csak Magyarországon születik. Lecsó egy érdekes nemzetközi étel, majd erről később szóra kerül, miközben az ujjamat fogom majd szívogatni, míg megvágom. De ami érdekessége, hogy egy olyan fajta lecsót készítünk, amit Géza is kitalált már korábban, és már megpróbálta, úgyhogy igazából nem egészen először csinálja, viszont én, mint ugye segítő és fő instruktor ennek az egész dolognak, először fogom ezt a kis csapatot irányítani, úgyhogy ez a lecsó team, úgyhogy gyakorlatilag annál lecsó lesz, amit eddig megszoktunk, tehát nem a hagyományos ízvilág lesz, egy picit belecsempészünk ezt a bacon szalonnát, belecsempészünk az Újunghegyét, és sok minden dolog benne lesz, amit talán a kedves háziasszonyok otthon nem annyira szoktak, de szabad bennünket lelopni, ellesni, jegyezgetni. Mi mindent elmagyarázok, elmondom több nyelven is egyszerre. Köszönöm szépen, akkor álljatok neki. Én most azért innen elmegyek, mert hogy sokan lennénk már itt öten. A késekre nagyon vigyázzatok, mert most lettek frissen megérezve, úgyhogy Józsi, ne legyen igazad, jó? Nem kérünk az ujjadból bele. Lányok és hagymánál meg ne sírjatok. Szóval szerintem inkább engedjétek át a hagyma szeretvelést a pasiknak. Még úgy sem őket sírni. Befogjuk itt az ujjadat. Olyan, imádjuk a hagymát szeretést. Akkor rátok bízom, és akkor találkozunk bent a konyhán. Így legyen. Közben leesett, biztos vettek egy kedves kis paradicsom, úgyhogy lehet ezzel kevesebb lesz a lecsóba, úgyhogy még azt előkeressük, és kedves operatőr kollégám le is hallott érte, ez a paradicsom, hogy nyilvánvaló, mi tetszenek látni a gravitáció törvényével egyezően viselkedett, de ami nagyon fontos, hogy mi is megpróbálunk annak megfelelően szinkronban mozogni már gravitációval, hogy meg is kérem kedves segítőinket, hogy álljunk neki, Géza, te mint ennek az egésznek a szellemi atya, lehet mondani, kérlek, hogy magyarázd a kedves nézőnek, mi fog történni, hogyan kezdjük az első műveleteket. Hát én úgy gondolom, Józsikám, hogy én először a bacon szalonát kezdeném el kockára vágni, hiszen nevemhez hűen, ugye ezt én így szeretem, de majd közben megmutatnám neked, hogy a hagymát hogy kell. Nem olyan fontos nekem, nem én rájönnek. Én azt gondolom, mit szólnál hozzá, elő fölvágnád a hagymát, addig én nézem a szalonát, vigyáznánk a szalonát. Oké, okay, a munkafolyamat, szépen fölvágnád, a munkafolyamat részeként először azért kell a szalonát felvágni, mert azt kell feltenni, rotyogni, hogy kicsit üvegesre pirítsuk. Eközben a hagyma szeletelés folyik, majd a bacon szalonára megy rá a
hagyma, és akkor utána eközben szeleteljük a paradicsomot, paprikát, és amikor már azokat is föltettük, a vége felé belerakunk virslikarikákat rotyogni, úgyhogy ez lesz tulajdonképpen a finish. Hát akkor tudjuk, milyen rotyogó lecsó, ez a mi... Rotyogó. Ez a rotyogó lecsó. Hát már rotyantós is, de az igen, már igen, rajta. Rotyant jó lesz ez a lecsó, már mindenképpen látjuk. Hát kedves hölgyek is, akkor én kezdeném a felszállt finishit, akkor mindjárt először. Ez lesz a nehezebb, hogy nyilvánvalóan ez egy nehezebb dolog. Egy erős férfi kéz, nem így mondod? Jó, ebből is látszik, hogy okay. Mennyire bennfent a fő konyhába. Meg is kérem a kedves segítőimet, hogy készítsék nekem elő a Én csak kockáztatok, tehát vágjuk félbe ezt a hagymát, majd a felétől elfordítva így elkezdnek kezdeni, így nagyon jó, nagyszerű, addig én kockáztatok ebben. Úgyhogy szereteljük le ezért, arrébb tesszük, hogy lássák a bűvös kézmozdulataimat a kedves nézők. Hát addig azért ezt sokáig tanultam. Így van. Addig én elmondám a kedves nézőnek a lecsóról, amit igazából illik tudni, én most igazából nem vagyok lecsó szakértő, de ugye ami saját magamtól eszembe jut az, hogy valóban mi kisajátítjuk a lecsót, mint olyat pedig. Higgyék el a kedves nézők, a lecsó az egy nem olyan régi étel, de nem egészen magyar rossz, mint szokták mondani, csak lehet magyarosan készíteni. Több országnak is van hasonló étele, és hogyha egy picit kijön belőle a történelmi tanár, akkor az is eszembe juthatna, hogy a fűszer paprika ugye az a 17. században jelent meg igazából a magyar spájzéba, de később a 18. század elején, akkor, amikor már gyakorlatilag a bolgár kertészek betelepültek Budapest és környékére, és tulajdonképpen ahol most mi főzünk, ezen a környéken is voltak bolgár kertészek, abban az időben jelent meg tulajdonképpen a zöld paprika. Tehát a zöld paprika mindenképpen fontos része. Most ez a zöld paprika, nem ugyan, mint ez a zöld paprika, ez ugye sárga, de közben zöld paprikának mondjuk, ez egy szintévesztő volt az első bolgár kertész, valószínű azért mondta rá, hogy zöld paprika. Ami érdekesség, ez a másik paprika, ez az erős paprika, ami szintén része, ugye Géza, mindenképpen része a lecsónak. Ez egy erős, magyaros lecsó lesz akkor végül is? Inkább csípősnek mondanám, megmondom őszintén, hogy ki hogy van a csípősnek. Van egy annak sajátossága, hogy sokan szeretik az erőset. Én ennek utána olvastam, hogy ez miért van. Ez úgy működik, hogyha a szervezet valami erőset, tehát hogyha erőset eszünk, akkor a szervezet úgy reagál, mint egyfajta fájdalomra. És a fájdalom miatt az immunrendszer küld immunsejteket a szervezetbe, de viszont az immunsejtek nem találnak effektív fájdalmat, és ezért feltolulnak az agyba, és hát olyan, mintha narkós vagy részeg lennél, tehát mindenképpen ajánlom. Az honnan akkor származik, hogy én sírok a hagymától? Én is azt fogok mindjárt szépen. Az a meghatottság. Tehát amikor egy-egy hagymát levágsz, akkor... Igen, együtt lehetünk. Én már kezdek veled egy sírni az érzésem. Tényleg, de ott hagytam abba, tehát, hogy ugye, hogy igazából nem volt mindig nekünk ez a fajta lehetőség, és amikor a bolgár kertészet megjelent a nagyvárosok környékén, akkor jött divatba a paradicsom, meg a zöld paprika, és a hogy is mondjam, a nagypolgári étrendben már szerepeltek, igaz, akkor még nem lecsó formájában. Ha ízik, hanem a kedves nézők, a lecsó, mint olyan, nem tudom, kaktusz meg jó, mutatok, igen, nézzék, csak így, igen, igen. Egy kis mediterrán jellege van a dolognak. Tehát gyakorlatilag a lecsó, mint olyan, a 19. század végén, illetve a 20. század elején jelent meg, és bármilyen furcsa, azt hiszem, hogy a tájegységét tekintve jobban a Palócföldön. A Palócföldi lecsó, vagy lécsó, az gyakorlatilag a szóból ered, ez a paprika, paradicsom, hagyma kocsvaléka vagy keveréke, ezt most persze jó értelemben mondom. Szóval a hölgyek és urak, gyakorlatilag a 19. század utána a 20. század elején az, ami igazából lecsónak a kezdetleges szakasza, ez a pré-lecsó korszakra lehet ezt a korszakot nevezni, ha már lecsó történeti szempontból vizsgálkozás végeket. Kedves segítség, itt egyszer közben látni, hogy közben elvenyem a fodalat, mert Gézai közben itt most már a szeltelésben teljesen felszeltette. Az összes béken. Közben egy nagyon fontos mozdulat következik, miközben a felkockázott békönt megpróbáljuk bele ebbe a kis tálba beletenni. Ebből kerül majd bele a serpenyőbe tulajdonképpen. És hát tulajdonképpen vonulhatnánk is a tűzhelyhez. Igen, volt egy szép mozgat, mi nótati nem emlékeztek rá, hiszen kislányok voltatok, és meg se születettek, hogy őrizd a békent, együtt vagyunk. Most a békent nem sokáig őrizünk, mert hamarosan vihetjük ugye a tűzhelyre. Közben, mint tetszik látni, itt Csilla nagyszerűen felszeretelte, nem tudom, Géza, ez így szakszerű. Kiváló, szakszerű. Szakszerű? Nagylány? Szakszerű, igen. Tehát így kell szakszerűen felszeretelni a hagymát. Ő már sírt is, láttam szépen. Meghatott. Okay. Három. Paprika ködelből. Gyakorlatlan házi asszonyoknak is, mint a Józsi, megmutatnám, hogy a paprika felszeletelésében milyen praktikát alkalmazok én személy szerint. Először is itt a paprika csomáját benyomjuk pár helyen,
Majd egy egyszerű mozdulattal kihúzzuk ezt a csumáját, és már mehet is a kukába. Ezt próbáljuk. Próbáljátok ki, vigyázz a kezedre. És ez akkor... nekem is menni fog szerintem. Oké. Okay. Már benyomtam. Forgattad? De már húzom kifele. Nem, először mindig itt fog meg, és így a hüvelykujjaddal tudnád körbe. Ja, értem. Nem. Nem így? Még egyszer. Hát ez csodálatos. Így. Mint ahogy tudod ujjazni, meg kell ujjazni a paprikát. Magyarán csúnya szó, de igen. Ki mire gondolna, mindegy. Egy kivettem, nem tudom, hogy ez jó. Az a kuka, jó. Próbáld meg még egyszer, mondjuk ezzel. Jó, és hol tegyem ezt közben? Ide, jó, mert mindjárt szereteljük. Tehát megfogod a szárát, hüvelykujjad be, jó, de, most már értem. És jó. Kihúzod, ennyi. Értem, jó. Ott van még egy paprika. Még egy paprika van. Tessék. Hát, hogy gyakorlok, akkor mutatom önöknek az én módszeremet, amit most tanultam meg ugye Gézától. Meg kell nyomni befele, ugye? Aztán végig hüvelykujjazom az egészet, így szépen sorjában. Érzed azért ezt. Míg rocsok körbe, és akkor kihúzom. Ennyi. Ennyi. Igen. Nagyszerű. Jaj, van benne valami, vajon, mi van benne? Nem nyert, az van benne. Ez felesen nem nyerő paprikából. Nem, majd a következő, talán az lesz. Oké, okay, még ezeknél egyébként nehezebb dolog van, de azért ezt is meg lehet így oldani, hogy kicsit csak ilyenkor már így kell csinálni, és kész. Na most ezt a paprikát gyakorlatilag én úgy szoktam, hogy félbevágom, elveszem innen, hogy látszódjon, tehát egyszer félbe, nem úgy, de mindegy, de úgy, igen, jó. És akkor két felet így összerakod, mester. Nézd. Igen. És akkor így elkezded csak ilyen hosszabb csíkokra vágni, nem túl keskeny, de egy ilyen ujjnyi nagyságúra körülbelül, anélkül, hogy az ujjunkat elvágnánk. És ezt megismételjük a többi paprikával is. Amíg ezt te majd csinálod, mert ezt oda fogom adni, addig megmutatom a paradicsom. Paradicsomot egyébként normál esetben, ha valaki nem szereti a héját, mert az ugye összepöndörödik a lecsóban, az egy olyan praktikával, hogy forró vízbe hirtelen beledobni, majd kivenni és hideg víz alá tenni, akkor könnyen el lehet húzni a héját, ha valaki nem szereti, én simán elviselem egyébként. Kell is a lecsóba, szerintem az a héja, az mindenképpen héjából van a vitamin, szokták mondani. Igen. Meg hát amit, hogy felpendredik, az akinek ügyes nyelve van, az ki is pendredik, szokták mondani. Ez legalább jó nyelvgyakorlat egyúttal, igaz? Így van, tehát újrazáson nyelvelésen már túl vagyunk. Igen, úgy látni, karikás lesz a mai műsorunk, szó szerint karikára vágjuk a műsort is, nem csak magát a lecsót. A paradicsomot azért, hogy ne húzzam le a héját, ezért megpróbálom minél apróbbra vágni, és akkor minél apróbbra nem fogjuk annyira érezni majd a esetleges héját. Azt pedig úgy csinálom, hogy kétszer félbevágom a paradicsomot, vágok ilyen, ugyanígy, hogy hívja, ilyen, mit tudom, újnyi nagyságban. Igen, és akkor utána pedig keresztbe ugyanezt megismételjük, és így akkor apró kockákat kapunk, tehát ugyanez, mint a hagymánál tulajdonképpen. Lényeg az, hogy ez is mehet rá, mert hiszen egybe fogjuk belerakni. Tehát tulajdonképpen ennyi. Míg ez folyik, addig a lecsó történeti szabad egyetemet tovább folytatnám, és elmondanám a kedves nézőnek azt a nagyon fontos tényt, hogy több országnak is van hasonló készítésű étele, mint a miénk, és a körbenézünk itt tulajdonképpen a Baltikumba is egyébként. Jó, nézzél, már máshol vagyok, nyilván az ember ilyenfajta csinos nők között van, ránézek el a szép szőke kislányra, nézd meg. Azt mondta, egy kis északi típus, ugye? Nyilvánvalóan Baltikumra képzeltem magamat a pillanatok alatt. Ami érdekesség, nem csak a Baltikumba van, mert Baltikumba is van, hanem főképp a környébeli országoknak, tehát nézzük, azt hiszem a szerbeknek van, nem tudom a nevét, gyuvacs, vagy milyen nevű ételük, azt hiszem az hasonló, mint ez. Vagy ott van a ratatouille a franciáknál. És ő pont azt mondta, hogy tudom, hogy Romance André, azt hiszem, hogy van a Montpré. De magyarul, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a fajta lecsó alapú főzési kultúrát, ez gyakorlatilag szinte Európa összes országában valamilyen formában megtaláljuk, nyilván a Baltikumban is. De ami érdekessége, én jártam valamikor Albániában a 80-as évek közepén, ott például szintén a paprikát meg a paradicsomot egy ilyen pároltan, illetve így mint a dunszba el szokták rakni, és tulajdonképpen abból szoktak még készíteni különböző ilyenfajta lecsószerű ételeket, és nagyon finom olajjal vannak azok eltéve, az is egy érdekes fajta módszer. Géza, szerinted a lecsó az ilyen szempontból tulajdonképpen, hát végülis nem ős magyar étel, nem mondhatjuk rá, de mégis valahogy, amikor a lecsóról van szó, akkor egy ilyen igazi nyári magyar ételként van elkönyvelve benne. Szalasztok azért, mert nyáron van paprika és paradicsom, kivéve úgy, ami üvegházban terem, de az mégsem olyan, mint az idei igazán finom paprika és paradicsom, ezért
Hogy miért magyar, azt egyébként nem tudom. Hát szerintem csak magyarra folytatjuk, ez a miénk, ez a magyaros. A franciák meg biztos, hogy ők franciások, a ratatújjal, a gyuvacsosok meg ugye a szerbek. De ami érdekessége még, hogy törököknél is van, görögöknél is van hasonló étel, de ami érdekessége, még akartam mondani egy nagyon fontos dolgot erről az egész lecsó világról, hogy egy picit hiányolom én a lecsót, mint nyári ételt, például egy ilyen üdülőhelyen. Most nézd meg, mi a üdülőkultúra? Elmondom, emlékszem Balatonra, Velencei tóra. Kolbász, lángos, hek, palacsinta. Ennyi. Következő, sátor, vagy ilyen faház. Kolbász, hodok, és magyarul tulajdonképpen nincs egy olyan fajta nyárias jellegű ételünk, ami igazából ennek az évszaknak megfelelő lehetne. Ez a felvétel most, kedves nézők, megmondom őszintén, nyáron készül. Azért van az, hogy a kedves hölgyek el nem ítélhető módon vannak ebben is felsőbe, és azért mi is végképpen így lennénk, sőt, alulról mi így is vagyunk, csak ugye takarja ez a pult bennünket. Nos, ami érdekessége, tehát, hogy ezek hiányoznak. Például lehetne egy lecsóbárt nyitni a Velencei tónál. Például én azt mondják, a legjobb dolog jurtából kialakítani jurtaszerű sátorba egy lecsóbárt. Úgyhogy nem tudom, Géza, mi a véleményed róla. Nem tudom. Na most kell gondolj bele, jó kis fröccsözéssel, mindenne ellátva. Hát szerintem ez egy nagyon jó kis szórakozó hely lehetne. Igen. Úgyhogy gondold végig, hogyha lemész a kis sátradba, hogy nem lenne érdemes ilyenfajta vállalkozásba kezdeni. A fröccsnél már ez megbukott, azt már nem is szóval. Jó, akkor ne legyen fröccs, akkor legyen üdítő, bármi lehet. Jó kérdés. Most Velencén ezt, ha megyek le, fel is fogom vetni, hogy miért ne. Erős jó. Paprikát is lehet belevágni, ennek szintén kiszedjük egy kicsit. Hát van, aki nem szereti túl erősen, nem is kell túlzásba vinni, hiszen nem az a lényege, hogy ez ehetetlenül erős legyen, de az, hogy legyen benne egy kis csípősség, ahhoz mindenképpen nem árt, ha rakunk bele egy kis ilyen és hasznos is erős ez. Paprikát. Gézzel, azért hasznos, mert az ember ezt így kiveszi, mint te, utána nem piszkálja az órát egy nap. Igen, meg meghal egy kis, igen, néha, tehát ez is hasznos. Igen. Tisztítja a beleket. Ezt mondjuk vágjátok ki. Hát a kedves néző, nem tudom, látják, én most már gondolom mondani, igen, hogy gyakorlatilag mi ezeket feldolgoztuk, ezeket az ételeket, innen tulajdonképpen más nem marad, mindjárt drágú deszkát is kerté vágtuk lassan. Igazából nem marad más, majd most a Géza utolsó percekben már most már tényleg minden pillanatban most már belerakja az utolsó mindenfajta hozzátevőt, és ez, ami készen, ez a lecsónak tulajdonképpen a magja, nyilvánvalóan ez a lecsó, nem még persze hozzátéve a hagymát, és a béket. Na most ezekkel az alapanyagokkal folytatjuk tovább a főzést, nyilvánvalóan, miután kifizették a gázszámlát. Meg a gázsinkat. Meg a gázsinkat, nyilvánvaló. Úgyhogy arra kérjük el a küszöket, hogy a kis euróban, hogy megbeszéltük, akkor legyen kedves tenni a dolgainkat. Addig itt maradunk, míg ez meg nem történik meg. Hát, kedves nézők, megmondom őszintén, hogy igazság szerint sokat kritizálják a mai fiatalokat, hogy a nyelvük, a nyelvezetük, főleg a interneten, meg egyfajta mobiltelefonokon a VOK szóval szokott általában a vagyokat szokták helyettesíteni. Most ezúttal a VOK, ez egy sütő eszközként, ugye hagyományos, inkább a táji ételek, vagy a táblakat ételek főzésére használ VOK. Egyébként nem vagyok olyan nagyon hívjuk most, hogy melyik táj? Hogy elnézem, már te is úgy érdekű, hogy innen. Igen, igen. Vagy egy picit valami, van egy kis maszat. Arról mesélj, hogy miért táj? Melyik táj? Melyik táj? Igen, hát ez észak-dél, a bármelyik nőhet. Egyébként érdekes dolog, hogy a tájföldi ételek készítésén kívül ez másra is alkalmas. Például arra, hogy ebben készítsük el a mi kis lecsónkat, ami ez a tájjellegű lecsó lesz, igaz? Gézáról megbeszéltük. Tehát végül ez a VOK-ba készül, ami nem egy hagyományos, mert általában nem így szoktok általában főzni, hanem mindenféle lábasokban, egyéb dologban. Ja. Mi most ezt a hagyományos ezúttal tehát elhagyjuk, és helyette így fogunk főzni. Most még elnyit. Ezért. Na, igen, azért is, igen, igen. Nos, hölgyek is rak, tehát akkor, mivel nem tudom, mikor megy a műsor, hány óra a műsor idője? Délután megy? Nem, a délután megy, akkor a kislányt eltakarjuk így, hogy azért nem végig. Jó, hogyha nem délután, akkor vállalj. Tehát akkor 18 felé kirak. Jó, akkor ezt a internetes tévé, tehát akkor vagy, amikor ott megyek. Jó, akkor nem akarok már ezt kérdezni. Főleg, hogy ez a gáz, vágni, tehát a gázni. Gáz, gáz, igen, ez a gáz. Ez a tűz, igen. Mutassuk, ez a gáz. Igen, ez a gáz. Vágni, mint ez a gáz. Én fogább többi tisztítem, hogy itt van könnyű. Hát itt van könnyű. Jó, szóval elsősorban bacon fogunk rakni a VOK-unkba, amihez kéne nekem egy
olyan kanál, amivel kavarhatom. Tehát itt van kanál. Kedves... Tessék! Itt van. Angolom is értek, nem mondjuk, hogy fakanál. Jó, azt mondjuk, hogy csak kanál, ami fából készül. Hát lényeg az, hogy egy pici olajat locsolunk hozzá, hogy ne tapadjon rá a... Csak egy ennyit így. Az mi az? Gyömbéle. De az nem kell vele. Nem baj, azért lehetetünk a gyömbéle. És akkor ezzel várunk. Én rásítok egy gyömbéle gyöttem. Hát erről mesélj, Józsikám, hogy mégis mi a pirulási technikájának a végzene. Na most én deduktív módon mondom meg, hogy kell készíteni. Mit nem kell belerakni, az is fontos. Mit kell belerakni, az meg könnyű. Egy gyömbét nem érni belerakni. Ez, az nem javaslom, gyömbét tegyük bele, de ami hülyeség mondja. Ez például, ha jól látom, ez kérlek szépen mi ez? Kapukfűjét. Na kérem kapukfűjét. Hát hogyha jó korán kellünk, akkor kapukfűjét szoktunk, ugye? De ami nagyon fontos, hogy kapukfűjét érdemes belerakni, mert elviszi teljesen ízvilágát ennek a most készülő végén szalonnának, amit itt Géza tulajdonképpen elvinítető módon jobb kézre keveget. Na ez viszont már szóba, számításban jöhet, mert fekete bors. Hát abban rájön, de ez nem az van benne. Nem, ez egy kéne, ez egy kaméleon készítmény, amely gyakorlatilag mindig annak megfelel, ahogy gondoljuk. Hát most ugye paprikát gondoltunk bele, és tessék, vállalunk paprikával. Ez egészen jó, akkor most ezt mondjuk, mert nem kell, csirjeljük még igazad van. Egyébként nem kell vele csirni, nem kell erős. Nem, nem. Ez, amit rögtön nem kell vele. Egyébként ismét visszamegyek a Lecsó történeti szabad egyetemünk, a lecsónak egy olyan kultúrája alakult ki Magyarországon, hogy mi kedves filmszínészeink is, hogy is mondjam, reklámozták a lecsó készítményeket, a konzerv készítményeket, és ezzel a konzervekkel mi az első konzerviparunk akkor indult be, amikor a 30-as években a lecsó kolbászra készült lecsós kis készítményei kijutottak már az európai piacra is. Tehát tulajdonképpen a magyar lecsó ilyen szempontból nemzetközi sikeret tett egy tanúbizonyságot, ez 1990 valahogy 5-6-ig. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy reneszánszat érte még, amíg a magyar könyviparnak ez a fajta életkörébe része. Nagy emlékszik így van szó, ugye? Na, rögtön is rakik tőle balra elterülve Kocka Géza, mi tetszett látni, éppen a Gászlánál gondolkodik, hogy az egyik kell kivizetni, akkor még mennyit kell spórolni ma. A két cégét már el is adott a MCD-en azt mondja. De ami érdekessége tehát, hogy itt most már úgy állunk vele, hogy már jön az illata, ugye? Nem úgy a szaga, hanem illata. Ez most jó illat, ami... Igen, ez az illat, ami... Érdi, kimén a többieknek, jó? Jó, de készítsd őket, hogy palmobil effekteket próbálnál a kondicionálni, hogy nem sok erre. Jó sok citrom. Ó, nagyon-nagyon persze, ez komoly étel készül. Szia! Na, kicsit hagylaszagon van, voltam itt a konyhában, Józsinak be nem áll a szája, egyfőtában duma. Többet, mint Gyuri. Az mennyiség. De mondjuk ez köszönhetően a kis két lány van vele. Meg egy Géza. De a Géza szerintem. Tehát nem. Akkor ezt sem én mondtam. Hát 9 hónap múlva. Európa, mert hát a tél. Hogy fognak fázni a gyerekek? Tudjátok, hogy mit főznek egyébként? Üzét, hogy hívják, van egy ilyen rajzfilm, és megér van a kukra fejében. Trafis Tom és Jerry. Lecsó. Lecsó, ugye? Speciális, azt mondtad. Mi az a speciális? Ki hogy szeretik ezek a lecsót? Én nem szeretem a lecsót. Melegen. Én tojással. Én is tojással szeretem. De nem ilyen. De van, aki rizsával leszi. Nem, a... Azért mondtam, kinek szégy. Hogy mindenki megértse. Nem nagyon szeretem. Egy ilyen kis... Még a tartanyás is szeretem. Igen, én is ezt. De nem, tehát... Paprikával. Kolbász vagy virsli, vagy szofaládé? Na, közelít ez, de három közül egyik se. Tehát ez kolbász. Ez speciális, nem? A csirkemáj? Sajtos? Sajtos. Csirkemáj és lecsó. Hát simán. Nem. Az finom. Az a speciálitás benne, hogy se nem kolbász, se nem virsli, se nem... Gombás? Nem. Csirkemel? Primorim. Én úgy eszem. Tortilla. Csirkemel. Csirkés. Lecsó nélkül. Sertér, karaj? Igen, az úgy már van. Lecsós, szürke, mivel szokták? Karajja vagy mivel szokták? Milyen hússal szokták a lecsót? Lecsós szelet. Ja, hát van olyan lecsót. Nem, nem, nem. Itt a lecsőben az a lecsőben. Egyezünk meg azon a szállinkához. Cuki. Más. Nem. De hogy nekik hogy lesz most? Hát ezt találtak ki. Azt mondja, de nem azt mondja az Anikó, nem gomba, nem cukkini. Józsiból kiindulva. Nyúl. Gézából induljatok ki. Gézából? Akkor vodka, vodkás. Vodka. Az elpárolog a főzésünk. Valam? Békenes.
Igen. Mit nyertem? Békönös. Hát a Gézát egy éjszakára. De rizs. Akkor... meg is hal. Cukini? Na mondj egy polipos. Én halok, hogy a Géza. Határeset elfogad. Na, igen. Na, tehát szalonnás lecsó, egy békönös. Igen. Volt Amerikában két évig, így mondod. Polippal. Tehát szalonnás lecsó, és van tojás vagy rizs, vagy ilyesmi? Nincs. Semmi? Pespúr. Nem, ők nagyon-nagyon egyszerűen. Kreatív a Géza. Na ott tartottunk, hogy csinálnak egy ilyen commerce lecsót. Most mit mondjuk róla, ami feldobja ezt az egészet? Hát azt, hogy nem lesz hozzá kenyér. De egyébként nem lesz. De Géza hozott valami rossz kenyeret, de simán. Komolyan? Ilyen orra kenyeret, vagy mit? Nem, ki nem mondhatod a nevét. Ja, rossz kenyér. Akkor... Réka kenyér. Sobert Tamás. Nem, nem, Gyémánt Erzsi. Gyémánt Erzsi kenyere. Nem mondom, hogy Gyémánt Erzsi. Kedvencem a Rubikon. Sziasztok, Gyémánt Erzsi vagyok. Igen, mindenki szereti a lecsót? Nem. Schubert. Nem. Te nem? Gabi nem szereti, mert... utána másnap Szeles Mónikával változom. Itt a lecsó is egy olyan étel, hogy... elkészül. Hogy ez fő. Hogy ez fő. Igen. Hát... megközben is. Nem, mert ott is egyébként a világ legegyszerűbb étel. Pont erről szól az a mese, azt nem láttad? Különös? A lecsó. A lecsó. Egy patkány főz benne. Hogy ott egy... most sincs máshogy. Csillagos ételt készít egy sér. Jóó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 ó
Marci azt mondta, hogy a végben egy patkány főz. Hát a Gézának is sikerült. Hát ott az esély előtte is. Hát én ezt nem hiszem el. Már pedig ilyen állapot. De hogy ez, itt akkor csak fontosak az arányok, mennyire főződnek konyhatechnikai dolgok. Szerintem pont nem. Hát de egy patkány is meg tudja csinálni akkor. Hát én ezért, valószínűleg ezért nem szeretem a lecsót, mert már ettem finom lecsót. De a lecsót, hogyha nem figyelsz lecsóba, tényleg benne vagy. Mert sült, most egy grillezés, amerikai grilleznek. Miért kiteszik. Szíved lájkod benne a lecsóban az, hogy milyen hosszú ideig főzöd, igen. Milyen hosszú ideig sütöd, de milyen fűszer teszel bele. Ez erről beszélek. Igen. Ez hogy benne vagy te. Tehát, hogy valószínűleg egy lecsót, most ki fog jönni a lecsó, nem tudom ki volt, ki a séf, tehát ki az, aki tehát Géza irányítja. Most ebből nagyon le lehet szűrni, tehát ez a lecsó puha lesz, vagy kevésbé főt, vagy ropogós, vagy túlfűszeres. Azt szerintem abszolút egy lecsó egy olyan étel, ami jellemzi azt az embert, a személyiségét, aki megfőzik. És a puha lecsó, akkor az mit jelent? Puha lecsó, hát ezt majd ne tőlem kérdezzük. Két kiskört megkérdezzük, hogy puha volt a lecsó. Vagy sós lesz, vagy nagyon sós lesz, vagy nem lesz sós. Mondjuk attól hogy mennyi vagy más. Sós, Kata is itt tegyen velem. Lehet, hogy sikerül, mert hogy Géza, ez a vaktyúk is talál szeget, mert volt egyszer egy ötletük, hogy milyen jó az a technótrakunk a vodka a fejedbe száll alá. Nézd meg, 20 éve ezt a szart jártuk. Géza, azért vagyok büszke, mert így 25 év után fogta és abba hagyta, és azt mondta, hogy soha többet nem csinálja zenét. Nem, az alkoholról fogod meg. Énekel. Ja, mindegy, szeretem én azt, amit csinálok, azt a... Megyek a lecsó grillezést, hogy grillezünk valamit. Amit az amerikaiak csinálnak, szerintem grillezett húsban nincs benne az séf. Megveszel a gyors párc, amit én csinálok, akkor benne vagyok, mert én soha nem fix párc alapján dolgozom, hanem a hangulatomtól függően rakom össze, hogy milyen ízesítésű legyen a hús. Hát hogy is, hogy tetszek látni, hogy így kell készíteni, én így szoktam így csinálni, mint a kuka, a kezembe vette volna ki a Géza, komolyan, mint a kezembe. Nagyszerű Gézikám, ez is milyen attraktív, a lányok is elmarad tőle. Ellenőrizzük az eseményeket, mi azért vagyunk itt. Most a Józsikám azért egy nagyon elég a nők a legjobban szeretik azokat a férfiakat, akik tudnak főzni. De aki viszi meg a részvesség. Mi az, hogy nem főzök, ilyen kérdezem, mert ezek látni. Na most már kezd megfordulni az alja neki, és mint tetszek látni, felett kukat, csak így tudom meg, tényleg csak így tudom meg látják. Kezd így forcsogni, és így ebben a patrak ilyenkor. Tehát akkor visszaadom a Gézának, mert kezdve vagyok forcsogni. Ami lényeg az egésznek az, hogy kész lesz pillanatokon belül az a fajta béken alap, amit megint mi látszom, megrottyantunk. Én egyébként elképesztő, hogy a Józsi hogy tud olyan dolgokról beszélni, ami ez nem is ért egyáltalán. Én sem értem, hogy nem értek oda. Isten áldott a tehetség. Szerintem félig bár, hogy te a honlajból nézve engem, biztos vagyok benne, azt mondta, hogy értek mindent a dolgokat. Sértek, sértél?
otthon érzem magam, hogy ilyen, mit tudom aludni, amikor mint a üres óráim vannak, szóval én a konyhában tényleg otthon vagyok, tényleg otthon. Most is csak úgy szívja magába a tudást. Szó szerint szívom magam, mert a tényleg ezek jó illata, úgyhogy ez nagyon jó. Gondolom, hát a szép Csiva is azt mondja, hogy így van. Egyébként neked is nem a lányokat, mert ezek a hölgyek, a segítőink, fiatalkoruk ellenére igenis nagyon felkészültek a magyar gasztronómiában. Sokan azt mondják, a magyar lányok azok nem tudnak semmit sem csinálni. De milyen szépen rakta oda. Milyen jó időben. Tehát ahogy nyújtotta felém. És a hüvelyek ugye meg volt egy kis biccentés, egy kis szexi biccentés, nekem azt tetszett megjobb, hogy a bal 10 percig egy kis meghajlott 43 perc. Majdnem, hogy kacsintott. Igen, mert borgasztó érdekes volt, igen. Szóval jó, hogy közben poroltót nézegettem, mert úgy veszem észre, az is nem akarom kell. Úgyhogy igazság szerint most már, de nézzék, fontos dolog következik, Géza, most mondd meg, miért kell állni? Most a hagymát rakom rá, tulajdonképpen azért rakom a szalonnára, vagy a szalonnával együtt pirulva, gyakorlatilag egyfajta, ja, és illetve ami még kéne majd só, mert meg szoktam sózni még kicsit a hagymát, hiszen akkor ereszt levet, és a levében, a saját levében dísztelődik, illetve a bacon szalonnának a... Géza, itt nem kell külön mával tölteni rá, ugye? De szerintem maga a bacon szalonnának a leve, a zsírja, idéző elég ahhoz, hogy meg... Így van, pontosan, meg a, ahogy megsózod, a hagyma is... A hagyma is átteszi egy kicsit a gyűzé. Egyrészt átteszi, másrészt vizet ereszt, az elégséget ereszt a hagyma. Rendben van. A magában, abban, hogy tulajdonképpen meg lehet tisztelődni. Amit mondod, rakatok el bele valamit, tehát itt van egy sok minden majd, de becsukom a szemet, amire rámutatok, azt üvegszük. Jó, valami legyen, hogy pikáns ételt. Én azt gondolom, hogy a tradicionális magyar ízeket gyakorlatilag mind magában az alapanyagokban benne van. Tehát nem érdemes elrontani, ha enni is akarunk belőle. Ha látványra megyünk, akkor tulajdonképpen rakhatunk bele. Itt rakjunk bele. Nem magunknak közünk, bármit lehet beletenni. Csúsz, de peroni. Enni akartod belőle, vagy csak nézni? Peroncini. Peroncini, peroncini. Az a csini peroncini. Gami. Igen? Hát én nem dolgozik, hogy nála szakácsként, most már tudom. Az elképesztő, hogy jelentett, most ezt mesterségesen izzadom ki magamból. Mindenki, hogy lányok a bokkedőt keresik, addig mondjuk, hogy hány bokos ez a bok. Ez legalább 40 bokos az egy csillagos. Van lapfedő? Ó, megvan a bokkedő, kérdezzél meg. Tudom, elsőre kicsit, mikor úgy tudnál, hogy valamifajta római arcosként megjelenik. Igen. A bokkedő, figyeljék el, a bokkedő nagyon fontos, hogy azonnal elfedje Gézát is a bokkal együtt. Tessék megnézni, a bokkedő már is bokkedik. Nincs födör. Meg. Nem. Oké, okay, segítek akkor. Segítőim sajnos nem csak mondom a toppon, ezért nincs olyan fogfödővel. Keresünk, én azt javaslom, hogy keressünk egy szakácsot elsősorban, aki talál egy bonyi fedőt a bokra. Hú, de jó levegőre lépve. Aztán más tudok. Mi ez a bokfödővel, nekem mi a baj a kézzel? Nincs valami, mint a Bikkel néha, olyan volt. Ja, igen. Bántottad a bokfödőt, tékezd valamit meg. Garázdálkodunk itt a konyhában. Ez mennyire? Ez kicsi? Egy kicsit ezt vegyük le, hogy azért látványban tele van párával a szemem. Hát nem tudom, kérdés, nézők, látják itt tényleg érdekes látványban. Olyan, tessék meg, hogy ez a boknak az a része, amelyik hát azt lehet mondani, hogy a leglátványosabb része a mai főzés, aminek tetszett látni, csillált ebben a kedves pózban. Úgyhogy igazság szerint tetszett látni, hogy ezért sok kényesű a dolog együtt van, mi ahhoz, hogy ez a főzés. Keresünk utat, amit nem találtuk, pedőt. Hát ezt nem vagyok találtunk. De mióta annyira nagy univerzális vagyok, így fedő nélkül is így van, így van. Tökéletes. Hát ezzel nem fog múlni. Kicsit valószínűleg sós lesz. Akkor az elesülődik egy gyorsan valamivel. A zöldségeket már nem sózzuk meg. És mi van ebben? Ez micsoda például? Nézd meg! Azt mondja, a hangyára kiabtozott. Na, hát például ez egy érdekes dolog, mert gyakorlatilag ugye ez hangyára nem fog belemenni. Kérem, mi volt a lehet, bárhol lehet rakni, nem kell férni, hogy nyelven be, annyira menjél bele. De ezt mindig csak utólag rakjuk. Utólag, persze, utólag. Ezt akkor hagyjuk, igen. Közben kívül a hallom, hogy közben nagyjából fogy az idő, úgyhogy én yeah. Már is beleütöm látványos gyorsasággal. Patinkát és hajtsot, és most kéne a szakásnak szólni, hogy egy fedőt hozzon. Most szóljon, most szóljon a fedő minden a szakásnak. A só? Ugye mondtam, hogy kérsz fedő előtt. Ez a só? Igen. Bízd rá, én tudom az étel. Ilyen idékben rá, megbízható vagyok viszeregben. Azt találtuk itt a lányokkal, hogy kiszedünk négy tányért, és egyiket nagyon megcsípes paprikázat. Jó, jó. Helyes. Jó, és oda vagyok mondjuk a
Ez az. A Gyurinak. A Sanyi. Jaj, szegény, pedig olyan kis kis mindig. Azért, de ebből nagyon sokat ki fog hozni. Persze, de mindenki. De akkor azt nagyon meg kell nyomatni. Jó. Igen, de akkor már alá kéne rakni már a fádat is. Ilyen atom módon? Igen. Nézzétek, chili sauce. Ne úgy, hogy belehajjon. Igen. Most azt mondják, hogy majd mindjárt több vilát, és majd többen megkóstolják. Tehát majd civilán is lesz. Ott majd Józsi meg a tanulásnál. Jó, és akkor úgy célzott a vilát. Ennyi az összvilán, úgyhogy... Jó, akkor menjünk. Kenyeret hozzá még. Jó, akkor király. Hölgyeim, örökké a pálya. Nos, szóval megkértek egy lecsó főzésére, és hát szeretettel szeretném, a lányok nem sokára hozzák az elkészült lecsót, remélem, hogy ízleni fog mindenkinek. Ugye köztudott, hogy egy kis panel lakásban lakom, de ez ne tévesszem meg senkit. Szeretném elmondani, hogy azért nekem van egy villám is. Itt van. Oké. Okay. Jöjjön a kaja. Te mondtad, hogy nem szereted? Ez igen, bravo! Az azt igen. Nem tudom, hogy melyik részeket. Nem. Várjál, nem mondd meg, hogy mit érzel. Fülembe súg meg. Mit? Hogy milyen az idő. Köszönjük szépen, Lili. Itt fagyival biztos jobb. Úgy azt mondta, hogy nagyon finom, úgyhogy akkor én is megkóstolom. Na nézzük. Forró? Nagyon szeretem Gézáék zenéjét is. Még. Mindjárt megválasz. Valaki allergiás a paradicsomra? Ez akkor lecsó. Gyerek, ez jó lecsó. Szerintem ez. Igen, akkor megkóstolom. Egy kicsit megszaladt az erős. Sajnos az a baj, elmondanám, hogy sajnos csak a Józsinak volt kolbásza, nekem meg virslim, úgyhogy nem tudtuk, hogy melyiket rakjuk bele, ezért nem került bele sem. Most a békán, igen. Mivel ez a műsor, de ez a Golden Gate rovatra készül, úgy gondolom, hogy szerintem, vagy a rossz lányokra, most már ilyen szövegeket engedünk meg, hadd mondjam, hogy most komolyabb itt a szót. A gyerekek ezt az egész dolgot, az én technikai irányításomat készítették a Gézáék. Én voltam a szellemi irányítja, atya, én fogtam a ceruzáit. Bocsánat, a kazonlakat, ugye, mint a költő mondál, és igazság szerint a fűszereket úgy csináltam egy régi ősi módszerrel, hogy van egy szép kis, már bementek, van egy kis polc, és akkor így én behúztam, és akkor amit ezzel, hogy adtam nekik, azt rakjátok bele, És így állt össze ez az ízvilág, igen, ez a kis ízvilág így állt össze, amit remélem. Sanyi látom élvel, Sanyi kám, itt a Füledi ország létszére, és a tüzet meg kis már lángolt. Kiégett a fűszerek. Igen, szeretném elmondani, hogy a fiúknak külön hoztak az acskójukban tojásokat is, aki érzi, akkor... Akkor nem, azt is tudom hozzá rámi. Nem, gyerekek, ez egy alap. Ez egy alap, bárki kérhet bármit, és most üzenetet bejelentés, hogy Gézával mi rájöttünk arra, hogy mi ez a lecsó, annyira tudjuk csinálni, hogy a Géza felajánlotta a jurta sáfát Berencén, hogy abból egy lecsó kifőzést fog nyitni, úgyhogy még az idén megvagytok hívva a lecsó kifőzésre, két csinos segítséget, látjátok, jó, ez egy... Ezek voltunk ma. Nem tudom, mi volt a konyhában, de aki az... A műsor
támogatták a K.O. Media Studio, Dunakavics étterem és bowling klub, a Klub 8 alakváltó és tetováló szalon, továbbá a Molnár Autószervíz. Megyünk az OTP-be, veszük ki a 20 milliót és veszünk. Most már intézik a szavazással. Jó, nézd, a Questor támogat. A Questor támogat bennünket, úgyhogy már van egy szponzorunk is, hogy tulajdonképpen alapvető nagy vagyunk. A Géza bicikléről.